Start elindult nyeretlen két évesek verseny, elég jól ki mindenki, az Ujjonc Kafigolt kezd Lagunával kicsit gyengében, illetve a szintén Ujjonc MS-ével. Viszont aki nagyon jól jött el, az Don Sargent, és ő vezet Don Sargent, valami nagyon jól kezdő Oyapun, kettős, amikor kijönnek a lovak erősen fogva a kanyarból. Harmadik pozícióban Milky Way, majd Párduza további sorrend. Iliana Csikója, Inami elég jól kezd, az ötödik helyen van. Mögötte ott látom Byte Racket, nézem, mi helyzet, Senior Gigolo a favorita, egyre hátul van. Lagunával együtt, amikor az ügető átjáróhoz közelítenek a telivérek, kicsit kezd szétudozni mezőny. Oyapun vezet, Oyapun az első, Oyapun mellett ott van Párduz, Oyapun, Párduz, valamint Don Sargent hármasa az élen. Inami jön följebb, jól tartja mi magát ott Milky Way, Byte Track nagyon jól jön, Leona profi van még ott a közvetlen élmény, Banda vezér is remekül galoppozik, a mezőny végén pedig MS-e kezd egyre inkább leszakadni, amikor a túlsenyénes végén vannak, sőt MS-en mögött ott van még Kaffi Gold, egyetlen ő, aki az utolsó jelen pillanatban. Az utolsó 700 méteren belül Oyapun könnyedén veszi át a vezetést. Oyapun hozza majd a lovakat a célegyenesbe. Oyapun nagyon jól galoppozik Decki Andrással, amikor már csak mint egy jó 450 méterünk van hátra. Mögötte még mindig ott van Don Sargent a második pozícióba, amikor most már bent vannak az egyenesben a telivérek. Harmadik pozícióban Milky Way még jól tartja magát. Inami próbál följebb jönni Byte Track-kel együtt. Egyelőre, aki elől sétál könnyedén, az Oyapun, kérdés, hogy ki fogja bírni a célig, mert nagyon jön rá Don Sargent. Don Sargent közelít a távoszlopnál Oyapunra. Oyapun vezet, Don Sargent támadja. Oyapun, Don Sargent, Byte Track, Inami. Ez a sorrend, Milky Way az ötödik jelen pillanatban. MS-e nagyon messziről érkezik újoncként, rettenetesen jól fog bemutatkozni. Don Sargent pedig átveszi a vezetés után csengével, és Don Sargent nyeri a verseny. Don Sargent az első, Oyapun a másik, harmadik Byte Track, negyedik helyért pedig volt némi küzdelem. MS-e futott óriásit újoncként. Hát érdekes verseny, Don Sargentet dicsértük nagyon a start előtt, hogy jó különben jelentkezett, kivendott, a jól mozgott a kikentrézésnél, és ennek megfelelően tud győzni, az az Oyapunt veri, aki második versenyében lényegesen jobban fut, mint elsőre, és sokáig nyerő momentuma volt, utána jön Byte Track, utána jön az újonc Inami, és a másik újonc MS-e, őrült messziről jött valóban MS-e, hát Senior Gigolo óriási csalódás, egy lépést nem akart menni, tehát nem, hogy küzdelemben nem ér, de momentum nélkül, messze-messze az élmezőny mögött. Ércélbe a Banda vezér is sokkal gyengébb volt, mint ahogy vártuk. Pár ducot sem nagyon láttuk ott küzdelemben. MS-e nagyon messziről jön a végén. Igen. Hát mondanám, Ujjonc hogy legközelebbi verseny figyelni kell rá, de hát ez már csak tavasszal lesz. Hát majd tavasszal figyeljünk fel. Mesetovic szépen hozza. Itt pedig Suták Csenge a közeli képen, aki... Azt mondtuk, hogy a Mesetovicsnak van néhány komoly esélyes a mai napon, is láttuk, hogy lovagolt néhány hete, hát kis hiány, mint nekem esélyes. Második futam nem hivatalos befutási sorrendben. 4-es, 8-as, 2-es, ismétlem, 4-es, 8-as, 2-es. Byte Track, ez jó osztalék lesz. Ugye Byte Track és Oyapunra ugyanazt mondtuk, meg Don Sargentre is nagyjából hasonló esélyek voltunk, tehát azért Oyapunnál simán elképzeltünk egy javulást, ugye Don Sargentnek is másik startja volt. Igen, és nagyjából közel.